Farsangi forgata kora délutántól egészen késő estig tartott, és mindenki számára kínáltak programot. Volt fánkészítés, tornafoglalkozás, valamint este a Belencéres Néptánc Együttes tartott táncházat a látogatóknak. A farsangi forgatag délután 2-től egészen este 10 óráig tart, és nem csak gyerekeket, hanem felnőtteket is várunk, családokat, hiszen ez egy családi rendezvény. Ilyenkor bemutatkoznak a Békési Kulturális Központban működő csoportok, vagy olyan énekesek, felfedezettek, akik valamikor, valamilyen formában innen indultak útjukra. Itt most a hátam mögött éppen a játszóházat láthatjuk, ingyenes trambulinnal, maszkokat festenek, illetve rajzolnak a gyerekek, valamint tornafoglalkozást is lehet kipróbálni. A rendezvényen fellépett a tavalyi év Ki mit tud győztese, Lakatos Rudolf is, aki már 7 éves kora óta énekel. Terve, hogy olyan énekes lehessen, akinek minden a szívében van, ő hozzá pedig a popzene áll a legközelebb. Egyébként 7 éves korom óta kezdem, és énekelgetek úgymond, és 13-14 éves koromban kezdődött az, hogy már egy kicsit magasabb színvonalon éneklek, hogy nem csak ilyen iskolai fellépések, hanem már azért tehetségkutatókban is szerepeltem. Tavaly, ha jól tudom, voltál a Békési Ki mit tudon, és első helyezést értél el, erről esetleg élményszerűen így elmesélni le nekem. Igen. Tavaly, mikor volt a Ki mit tud, akkor hát igen, az Pocsai Ildikó tanárnő is nagyon sokat segített nekem benne. Egyébként neki is nagyon sokat köszönhetek. Nagyon örülök, hogy itt lehettem. Hát számomra egy fantasztikus élmény volt, mert tehát sok ember közt megmutathattam a tehetségemet, és nagyon örültem, hogy itt voltam, és ennyi embert meg is ismerhettem. Az eseményen ezek mellett rajzversenyt, fánkversenyt és jelmezversenyt is hirdettek a szervezők, de a télűzésre is sor került.